tisztségem ezen a mai napon, hogy a összejövetelünk úgynevezett vezénylő házigazdája legyek, vagy akárhogy is nevezhetem ezt a feladatot. A lényeg az, hogy itt az elején szóvivő házigazdának neveztem saját magam, vendégeinket köszöntsem. Mindenek előtt köszöntöm Pánti Ildikó önkormányzati képviselőt. Úgyis, mint a polgármester megbízottja. Köszöntöm meghívott vendégeinket, Tóth Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal területi koordinátora. Jól mondtam? Igen. Köszönöm szépen. Elhatároztuk, hogy erre a esélyegyenlőségi napra meghívjuk a városunkban működő különböző céllal, feladattal alakult csoportokat, klubokat, társadalmi szerveket, így akik el tudták fogadni meghívásunkat, azokat szeretném sorban köszönteni. Rab János, a Nagy Bajtársi Egyesület elnöke. Bojti Lajos, a Karthagyi Viszonylatok Baráti Körének alelnöke. Köszöntöm a Nyugdíjas Vasutas Klub képviseletében megjelent Sós Sándorné és Sebők Istvánné tagtársakat. És aztán haladok sorba Váci Attiláné, nagyon hosszú címet fogok mondani. Csak felét mondd el. A Civil Fórum elnöke, a Daganatos Betegek Karcagyi Klubja és Országos Szervezete. Rengeteget tud dolgozni, itt van közöttünk. Köszöntöm a Nagykunságért Civil Fórum nagyon frissen megválasztott titkárát. A Városi a Nagykunságért Civil Fórumban ez a tisztség, ez egy az új alapszabály szerint vadonat újonnan kialakított, és nincs is már még egy hónapja se, hogy ezt a tisztet betölti, de az nagyon jó, mert a feladata lesz összefogni valamennyi csoportot, működő szervezetet. Most ismerkedik velünk. Haladva tovább, Orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt karcagi vezetője. Köszöntelek benneteket, kedves tagtársaink, sorstársaink, szoktuk ezt így mondani, akivel a hétköznapok gondjait és az ünnepnapok lázas előkészítését akarjuk élménnyé varázsolni. Összejövetelünk programjának megfelelően kérem Németh Imrénét, emlékezzem meg a Rokkantak napjáról és az Esélyegyenlőség napjáról. Köszönöm. Tisztelt vendégeink és csoporttársak! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Sajnos, mint ahogy Zsóka említette, a meghívott civil szervezetektől nagyon kevesen jöttek el. Ennek az a fő oka, hogy sok program ütközik a rendezvényünkkel, kirándulások és egyéb programok. Köszönet azoknak, akik el tudtak jönni, és kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat velünk. Mai rendezvényünk a Rokkantak és az Esélyegyenlőség napjának megemlékezéséről szól. Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította 1992-ben azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét a baleset, a katasztrófa, betegség következtében fogyatékossá vált emberek problémájára. A világnap 1981 és 1992 között mindig szeptember 18-án volt. Az Esélyegyenlőség, Tolerancia világnapja 1995 óta december 16-a. Csoportunk minden évben szeptember vagy október hónapban tart megemlékezést ezekről a jeles napokról. A rokkant kifejezés elveszítette valódi értelmét. 2012. januárjában a korhatár alatti
illetve a korhatár betöltött rokkantsági baleseti, rokkantsági nyugdíjasok, valamint a rendszeres járadékban részesülők száma meghaladta 870 ezer főt. Ez a szám napjainkban 400 ezerre csökkent. Hogy mi lett az ellátás nélkül maradt rokkant emberekkel, milyen lehetőség van számukra a munkavilágába való visszailleskedésre, hogyan működik az esélyegyenlőség elve, ez egy nagy probléma. Ezzel kapcsolatban a mai napon bővebb tájékozást fogunk kapni a következő napirendünk keretében. Esélyegyenlőség, tolerancia világnapja. Az esemény legfontosabb célja a figyelemfelhívás, az intolerancia és az erőszak veszélyeire, de ezzel egy időben az esélyegyenlőségen is fő hangsúly van, például kerekesszékesek közlekedése, a repülőre való felnemengedés olykor, a új gépjármű szerzési támogatásnál, a kötelező gépjárműtípus és a kijelölt pénzintézmény, kötelező hitelfelvétel, stb., amik szinte megoldhatatlanok, és ez nem az esélyegyenlőséget jelzi. Ezzel országosan foglalkoznak a megyei, illetve az országos MEOSZ vezetők, de még megoldás eddig erre nem született. Tolerancia. Ez a szó olyan általános alapelvet takar, amelynek a leglényegesebb szempontja az EU alapító egyezményében van lefektetve. Minden területre alkalmazható, társadalmi, kulturális, családi életre is kiterjesztve. Egyszerűbben fogalmazva, tisztelet az embernek mindenféle megkülönböztetés nélkül. A fogyatékos embereket nem sajnálni kell, hanem hozzá kell segíteni ahhoz, hogy teljes életet tudjanak élni. Nem tudom kihagyni, a csoportom már többször hallotta, hogy a szerbiai Bácska-Topolyai Tolerancia napi találkozón szerzett tapasztalatomról ne szóljak egy pár mondattal. Több nemzetiség volt meghívva erre a napra, szerb, magyar, horvát, dalmár, bosnyák, sokféle betegségben szenvedő ember, de ott olyan sok szeretet, egymást segítő, szeretetben egymást segítő embert láttam, akik tolmás nélkül is megértették egymást, hogy ott a tolerancia szónak valódi értelme volt. Városunkban az utóbbi években sokat tettek a fogyatékkal élő emberek érdekében. Folyik az akadálymentesítés, bár sok helyiség van még, amit mozgáskorlátozottak nem, vagy alig tudnak megközelíteni. Mozgássérült parkolók száma nőtt, lift működik a Városházán, amit nagyon köszönünk. A moziterembe tolókocsisok is be tudnak menni a kis felvonó segítségébe. 2016. április óta városokban működik a Nemzeti Rehabilitáció és Szociális Hivatal kihelyezett irodája a Kertész József út 14 szám alatt. Ezzel kapcsolatban lesz bővebb tájékoztató a következő napirendben. Az esélyegyenlőségről, a fogyatékkal élő gondjáról még nagyon sokat lehetne beszélni, de ma kikapcsolódni, ünnepelni jöttünk, így befejezem mondandómat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Mindezeknek alapján kérem fel Tóth Andreát tájékoztatójának megtartására. Hiszem, hogy mindenkinek érdeklődését kiváltja, hiszen arról lesz szó, amennyire én tudom, hogy a megváltozott munkaképességű fiataloknak milyen lehetőségei vannak. Parancsolják! Nagyon szépen köszönöm, és nagy szeretettel köszöntöm Önöket, akik eljöttek erre a rendezvényre, és bevallom, egy picit irigykedem is, mert nagyon jó látni azt, hogy Önök így együtt vannak, részt vesznek ennek a csoportnak az életében, kirándulásokra mennek, összejöveteleken vannak együtt, tehát tartoznak egy csoporthoz, együtt szórakoznak, megosztják egymással a bánataikat, örömeiket.
ez óriási kincs. Nagyon-nagyon sok ember küzd, főleg nagyobb városokban azzal, hogy nincsen ilyen csoport, nincsen ilyen közösség, ahova járni tudna. Tehát használják ki ennek az örömeit, meg az előnyeit, hogy önök így együtt tudnak lenni, együtt tudnak gondolkodni, örülni. Én Tóth Andrea vagyok, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal területi koordinátora, az EFOP 111 program Jász-Nagykun-Szolnok megyei munkáját irányítom. A programunk megváltozott munkaképességű személyek megsegítését célozza meg. Mi módon segítjük a megváltozott munkaképességűeket? Egyrészt szolgáltatásokat nyújtunk azon ügyfelek számára, akik belépnek a programba. Ez azt jelenti, hogy segítünk önéletrajzot készíteni, motivációs levelet, az, hogy hogy jelenjenek meg egy állásinterjún, hova érdemes menni állásinterjúra, hogyan öltözzenek föl, milyen szóhasználattal éljenek ott. Tehát próbálunk segíteni abban, amikor a munkahelyre elmennek, egyáltalán amikor keresik a munkahelyet, akkor milyen technikákkal éljenek. Ezen kívül nagyon-nagyon fontos a képzések támogatása. Sok olyan ember van, nem csak a megváltozott munkaképességűek között természetesen, hanem az egészségesek között is, de a megváltozott munkaképességűek között talán még többen, akinek nem biztos, hogy a szakképzettsége nem avult már el. Lehet, hogy az egészségi állapota miatt nem tud a szakképzettségében dolgozni. Lehet, hogy más szakképzettségre van az adott településen élő munkáltatóknak szüksége. Ezt képzésekkel próbáljuk ezt a problémát megoldani. Tehát akik belépnek a programunkba, számukra szakképzettséget nyújtó képzéseket indítunk. Nyelvi képzéseket is támogatunk ezen kívül, számítástechnikai képzéseket is. És aki a képzésben részt vesz, a képzés ideje alatt megélhetést biztosító támogatást kap, hiszen a képzés ideje heti 20 órát kiteszi, és emellett dolgozni nem tud, hiszen a nap nagy részében a képzésen vesz részt, és segítjük, hogy az így kiesett munkabért ezzel a megélhetést biztosító támogatással lehessen pótolni. Aki a képzésekre eljár, és nem hiányzik többet, mint amennyit az adott képzés akkreditációja előír, már megkapja ezt a támogatást. Ha sikeresen teljesíti a képzést, levizsgázik, megszerzi a végzettséget, akkor egy plusz összeg jár neki ennek fejében. Ha valaki esetleg valami miatt abba kell, hogy hagyja a képzést, akár egészségi állapota, akár egyéb más családi körülményei miatt, ott sincsen visszafizetési kötelezettség. Ami a legfontosabb támogatás ebben a programban, az a munkáltatók részére történő bér- és járuléktámogatás. Egyszerűen fogalmazva, hogyha önöket, illetve azokat az ügyfeleket, akik belépnek a programba, a munkáltatók foglalkoztatják, részükre bér- illetve bérköltségtámogatást nyújtunk. Ez egyrészt 100%-os támogatás, tehát a bérük és járulékaikat teljes egészében megkapja tőlünk a munkáltató, illetve a támogatási időszak másik részében 70%-os ugyanez a támogatás. Ez a munkáltatók számára nagyon kedvező, és mindenféleképpen arra irányítja őket, hogy önöket, a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztassa. Ezen kívül a munkáltatóknak jár más kedvezmény is, így aki rehabilitációs ellátott, nekik van rehabilitációs kártyájuk, aki őket foglalkoztatja, nem kell, hogy szociális hozzájárulási adót fizessen az adott munkavállaló után. Illetve más egyéb kedvezmények is járnak a munkáltatóknak, hogyha megváltozott munkaképességűket foglalkoztatnak. Ha valaki számára nem lenne teljesen egyértelmű, a régi leszázalékolás felelt meg ennek, és ahogy az előttem szóló kapcsán hallottuk, hogy 2012. január 1-je óta változott meg ez a felülvizsgálat, azóta komplex minősítés készül azon ügyfelek számára, akik a felülvizsgálaton átesnek. Ami nagyon-nagyon fontos a projektünkkel kapcsolatosan, szintén hallottuk a felvezető szövegben, hogy aktív korúakat várunk a programban. Tehát aki még nyugdíj előtt áll, és nincsen jelenleg munkája, őket tudjuk bevonni, és megváltozott munkaképességű. Tehát B1, B2, C1, C2, DE kategóriába tartozik az új minősítés szerint.
és ellátást kap, illetve azokat az ügyfeleket is, akiknek nincsen ellátása, mert nincs megfelelő biztosítotti napja ahhoz, hogy az ellátás részére folyósítható legyen. Nekik még nagyobb szükségük van arra, hogy munkalehetőséggel segítsük az életét. A programba a bevonás már megkezdődött, május vége óta várjuk az ügyfeleket, egészen 2017. 6.-30-áig lehet belépni a programba. Nyilván érdemes minél hamarabb, mert annál hosszabb idejű támogatás, képzés, illetve a szolgáltatások széles köre áll rendelkezésre, ha valaki hamarabb belép a programba, de természetesen a program vége felé is ugyanúgy várjuk az ügyfeleket. Karcagon, ami szintén elhangzott, a Kertész József utca 14 szám alatt van egy irodánk, ahol két kolléganő fogadja a megváltozott munkaképességűeket. Szemben a piaccal van ez az iroda, önök karcagiként szerintem még jobban is tudják, hogy hol van a Kertész József utca, mint én, amikor először idejöttem. És ott a kollégák elmondják a program lényegét, személyesen beszélnek mindenkivel, ami megint nagyon fontos, hogy egyénre szabott tanácsadás, segítség, amit mi tudunk adni. Tehát mindenkivel leülnek, beszélgetnek, megbeszélhetnek esetleg olyan problémákat is, ami nem feltétlenül a programhoz tartozik, hanem valamilyen ügyes, bajos intéznivalójuk van, nem boldogulnak egy hivatalos levél áttekintésével, abban is segítséget nyújtanak az ott lévő kollégák. Karcagon ez a program már múltra tekint vissza, mert ennek a programnak az elődje a TÁMO 1-1-1 program. Lehet, hogy van is önök között, aki esetleg hallott róla, vagy részt vett benne. Ennek a programnak a folytatása az EFOP programunk. Na most, aki a TÁMO 1-1-1 programban képzésben vett részt, és a képzés befejezése óta 2 év nem telt el, addig az EFOP programban nem indulhat képzésen, de amint letelik a 2 év, az EFOP-ban is részesülhet képzésben az ügyfél. A támogatott foglalkoztatás esetében is van egy korlátozó tényező, ott pedig aki a TÁMO programban 6 hónapnál többet dolgozott támogatással, az ebben a programban támogatott foglalkoztatásban nem vehet részt. De az nem azt jelenti, hogy a programban nem léphet be, csak ezeket a programelemeket nem használhatja. Viszont támogatás nélküli elhelyezést is tervezünk, és lesznek támogatás nélküli elhelyezések, ez azt jelenti, hogy lesznek olyan foglalkoztatók, akik nem a bértámogatás miatt fogják önöket alkalmazni, hanem mert szükségük van megváltozott munkaképességű munkavállalóra. Hiszen a programnak is az a célja, hogy későbbiek folyamán önök támogatás nélkül is ott legyenek a nyílt munkaerőpiacon, és legyen állásuk ne csak a támogatott időszakra, hanem azon túl is. Tehát megismerjék önöket a munkáltatók, megismerjék az önök által végzett munka minőségét, és a kedvezményekkel, amik őket megilleti, összepárosítva egy hosszantartó foglalkoztatás valósulhasson meg. Nagyon fontos információ még az iroda nyitvatartásáról. Hogyha elmennek a piacra, látnak kitéve nyitvatartási időt, hétfőn 10 órától vagyunk, kedden 8-tól, szerdán megint 10-től, csütörtökön, pénteken 8 órától, de ha valaki úgy megy a piacra, hogy már 10 óra előtt ott van, egy olyan napon, amikor egyébként 10-től lenne az ügyfélfogadás, nyugodtan menjen csak be, fogják a kollégák fogadni, és elmondják neki a program lényegét. Még egy fontos, amiről említést kell tennem, mielőtt a programba bevonunk valakit, a rehabilitációs hatóságnál is, hatósághoz is be kell menni, és ott regisztrálni kell magukat, mint szolgáltatást kérők, hogyha rokkantsági ellátásban részesülnek, hogyha rehabilitációs ellátásban, akkor egyébként is mennek a rehabilitációs ügyintézőhöz, tehát nem jelent ez plusz alkalmat. De erről a kollégák szintén tájékoztatják az irodában önöket. Én hoztam ismertető anyagot a projektről, ott azon a fehér asztalon szemben találják, nyugodtan vegyenek, vigyenek belőle, és tájékoztassák az ismerősiköt, a rokonságot, az utcabelieket, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy minél többen tudjanak arról, hogy mi támogatjuk a munkába állásukat, a képzésüket a megváltozott munkaképességűeknek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Nekem Szolnokon lesz majd egy rendezvényem, ahová el kell sietnem. Hogyha van kérdés, akkor akár most rögtön tegyék föl, vagy még a program vége előtt intézzék hozzá, mert sajnos nem tudok teljesen végig itt maradni. Köszönöm szépen a figyelmet! Engedtessék meg, hogy egy mondatot megismételjek. Ez egy lépés, egy esély lehetőség a tervezett esélyegyenlőséghez. Úgy tudom, Ildikó, kívánsz hozzánk szólni. És nagy megbecsüléssel és szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném átadni polgármester úrnak szívélyes üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltsága révén nem tud itt lenni, mert egy lengyel testvérvárosunkba sportegyesületi gyermekcsoportot vitt, és ott vannak ezekben a napokban. Én nagyon örülök neki, hogy ismerősként köszönhetem a helyi csoport tagjait és a kedves meghívott környező településekről is. Ez azt jelenti, hogy találkozunk, hiszen a vezetése az egyesületnek mindig meghívja a városvezetést, és ez így van rendjén, hiszen egy település együtt él a csoportjaival, mint ahogy elhangzott, hogy ilyen nagy létszámú közösség, és valóban elmondhatjuk azt, hogy a városban sok és nagyon értékes csoportjaink vannak, akik érdeklődésük, helyzetük alapján, ismerettségük alapján szerveződnek egy közösségbe, és ahogy itt végignézek, azt is elmondhatom, hogy tudom azt, és így a jó, hogy egy-egy csoporttag több egyesületnek is a tagja, mert találkozunk, mert énekelni is szeretnek, és ez is egy nagyon fontos, és más érdeklődésből adódóan is, mert hiszen egy településen élünk, és a kapcsolódási pontok nagyon fontosak. Mint ahogy elhangzott itt a kedves elnöknő és a levezető elnök szavaiból is, hogy találkozzunk gondjaink, problémáink közös megoldásában, mert megoldás az mindig van valamilyen formában. És mindig vannak olyan emberek, mint hogy ez is elhangzott, hogy próbálnak ebben a lehetőséggel élve megadni azokat a lehetőségeket, segítséget, amellyel talán apró lépésekben előre haladhatunk és segíthetünk egymásnak. És örülök az is, amikor az elnöknő részéről elhangzott, hogy akadálymentesítés, a városvezetés is a lehetőségeiből adódóan próbálja és élni azokkal a lehetőségekkel, amellyel élhet, és próbálja mindig jobbá tenni egy-egy kicsit azoknak a helyzetét, akik esetleg nehezebben közlekednek, vagy egyéb más gondjaik vannak. Én ezzel a bizalommal és odafigyeléssel köszöntöm mindenkit, aki itt van, és örülök, amikor az ünnepnapok sorában ilyen értékek is elhangoztak, mint ahogy itt az elnöknő részéről, mert hiszen nagyon fontos az, hogy az ünneppel együtt ezek az információk is elkerüljenek azokhoz, akik esetleg ezt igénylik. Látom a programból, hogy sok szép egyéb programpont, úgyhogy én nem is akarok tovább, ha esetleg olyan kérdés elhangzik, amit továbbítani polgármester úr felé, természetesnek találom és állok elébe. Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, és további szép, alkotó éveket az egyesületnek. Köszönjük szépen a biztató szavak, mindig jól esnek. A Magyar Vöröskereszt részéről tudom, hogy Orvos Anetta, bocsánat, ezt meg kellett néznem, mert az Anetta az még itt, az Anetta alatt kevésbé is. Parancsoljál, akkor szóljál, amivel készültél néhány gondolattal.
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy pár szót szólhatok. Én szeretnék először is bemutatkozni, mert szerintem még sokan nem ismernek. Én Orvos Anetta vagyok, és egyébként kenderesi lakos. 2016. augusztus 15-e óta vagyok a Magyar Vöröskereszt munkatársa és a karcagi terület képviselője, valamint szakmai vezetője. Hát korábban is kapcsolatban voltam már a Vöröskereszttel, mint önkéntes munkás, és a Magyar Vöröskereszt szellemisége azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meghatározó a mai világban, hiszen nagyon sok embernek ezeket az eszméket kellene követni, és ebből talán kettő tudnék kiemelni, ami azt gondolom, hogy ide nagyon ideillik, mint például az emberiesség és az egyenlőség. Hiszen ugye az előzőekben elhangzottakban ugye erről beszéltek, hogy mennyire fontos az, hogy az esélyegyenlőség megteremtődjön, és ugye ez kialakuljon. Hát bízom benne, hogy nagyon-nagyon ezen az úton haladunk, és kívánom azt, hogy ez minél hamarabb ugye mindenhol megvalósuljon. Én nagy szeretettel köszönöm ezt a meghívást még egyszer, és bízom abban, hogy a további nap is nagyon szépen fog telni, és mindenkinek nagyon kellemes délután és jó estét kívánok hozzá. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves sorstársakat és minden kedves vendéget. Kenderesi csoport nevében köszöntök mindenkit. Nagyon nagy tisztelettel köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy meghívtatok erre a rokkant napotokra. És én kívánok mindenkinek még egyszer nagyon jó egészséget, a mai napra nagyon jó szórakozást, kikapcsolódást, és a kedves csoportvezetőnek pedig nagyon jó egészséget és nagyon nagy kitartást. Köszönöm szépen, Ezra! Jó napot kívánok! Gyelei Tamás vagyok, a Kunmadarasi Mozgássérültek csoportvezetője. Szépen köszönjük a meghívást. Sajnos nem tudtunk öten jönni, csak négyen, mert csoportunkban nagyon sok mindenkinek most van osztálytalálkozó, meg mit tudom, más elfoglaltságra hivatkozva, de örülünk, hogy meghívtak bennünket, és szeretettel meghívom én is a karcagi csoport minden kedves tagját. A létszám nincs korlátozva, amennyien jönnek, annyian jönnek, szívesen látunk mindenkit. És ez a meghívás jövő óra 22-ére szól Kunmadarasra. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok mindenkinek, és nagyon jó egészséget. Tudja vérül a mozgássérült csoport vezetője vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenre, jelenlévőt. És köszönöm szépen a Marikának, Németnének, és a csoport tagjainak, a segítőinek, hogy itt lehetünk. Én úgy gondolom, hogy mi már ugye hazajárunk, és remélem, hogy ti is hozzám. A Magyar Vöröskereszt nevében szeretettel köszöntöm Marika nénit, a Karcagi Mozgássérült Egyesület csoportjának vezetőjét. Én jelképesen hoztam el ezt a kis pipacsot, ugyanis ez a Magyar Vöröskereszt 135. születésnapjára készült, önkénteseink készítették, és ezt szeretettel átadnám. Nagyon szépen köszönöm. És bízom abban, hogy esetlegesen az együttműködésünk a továbbiakban tartalmas és hatékony lesz. Köszönöm. Szeretettel műsorunkat, ami két részből áll. A turkebei csoport is készült megtisztelni rendezvényünket. Most akkor először Özvegy Kovács Imrénét kérem, aki Dalmadi Győző versét fogja elmondani. Dalmadi Győző, csak magyarok legyünk. A világban nekünk csak kis helyünk jutott, hol küzdelemmel kell töltenünk minden áldott napot. De jöjjön bármilyen zivatar ellenünk, megállunk a vészek között, csak
magyarok legyünk. Tenger által megküzdeni a hajóval nehéz, de a szikla könnyen veszi, bátran szembenéz. Szikla a múlt évezredes, rajt biztos a helyünk, földmozgás sem ingathat meg, csak magyarok legyünk. Hányszor hagyt el a magyart az utolsó remény, a hullámok százezrei összecsaptak helyén, és a nemzet feltámadott, valahányszor letűnt, valami nagy erőt tart meg, csak magyarok legyünk. Leróva a régi bűnök, az átok engedett, pár szenvedély lecsillapul, győz a hon szeretet. Egy érzelem, egy gondolat, erőt ebből vegyünk, ránk ismer az egész világ, csak magyarok legyünk. Ezer éve, hogy így lakunk, és magyar a magyar, miénk a hon, az is marad, amíg a nép egyet akar. Az erőszak hullámai nem újak már nekünk, a pokollal is birkózhatunk, csak magyarok legyünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. A tervezett műsorába hallgasson be bennünket, hallgassátok figyelemmel. Mr. Baba, it's the truth.
Ami mellett fiatalon elmentél, rohanva, most ráérsz megnézni, gyönyörködve, lassan. Neves és szeress, a bajt soha ne keresd, örülj a mának. Soha ne hidd, hogy a te sorsod a legrosszabb. Mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak. Légy vidám, egészséges és boldog, s meglásd, rendeződnek a problémák, a dolgok. Ne sajnáltasd magad, légy arra büszke, hogy sok mindent átéltél, és mégse törtek össze, mert visszahozni semmit nem lehet. Fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs, nyugdíjas életet. És nosztalgiázunk egy kicsit most. Ülök a szobámban, búcsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünn az utcán lassan fénytelen, és az órán peleg a homok. Szeretném a homok órát megállítani, szeretném az emlékeim elfelejteni, de a homok óra csak pereg-pereg, így hát, kedves, tovább szenvedek. Bár múlnak, múlnak a gyermekévek, nincs vissza új. Új mesék nem várnak rám. Van mégis csillagfényű álomvilág, de a gyermekünk álmodja tovább. Változnak napjaink, mert minden változó, nem marad ugyanaz senki sem. Lehet, hogy kivétel, csak én vagyok talán, mégis így jó nekem. Bár mondják, múlnak a gyermekévek, nincs visszaút. Új mesék nem várnak le rám. Van mégis csillagfényű álomvilág, de az gyermekünk álmodja tovább. Ismét nóta következik. Hallgassátok Péter István. Thank you.
születésnek napjához közeledve, hallgassátok meg Kányádi Sándor, Valaki jár a fák hegyén. Szóval versen. Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja, s oltja csillagod. Csak az nem fél, akit a remény már végképp elhagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon, amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén, mondják, úr minden por szemen, mondják, hogy maga a remény, mondják, hogy maga a félelem. Hát ezt akartam, hogy egy pár percig ti is átéljétek velem. És akkor egy kicsit vidámabb gondolatokkal nézünk az idősek napja felé, bár ez a vidám néha inkább fanyar, de hallgassuk meg Kántorné Margó előadásában azt a néhány gondolatot, hogy hogyan kell szépen öregedni. Tudni kell szépen megöregedni. Ha lehet, kerüljétek az orvosokat, fogorvosokat, reumatológusokat, kardiológusokat, urológusokat, de legjobban a patológusokat. Soha ne add fel. Ha nem megy valami így, hát majd megy úgy. Ha nem megy ma, hát majd megy holnap. Ha már nem tudsz magasra ugrani, nem baj. Mondd azt, hopp, és lépj fel a járdára. Az ember apránként hal meg. Amivel felhagysz, azzal egy darabot oda vetettél magadból az egészetnek. Soha ne felejts el nevetni. A nevetés a legjobb megelőzés minden betegség ellen, kivéve a köhögést. Ne felejts el nevetni önmagadon. Az ember néha ügyetlen és hülyeségeket csinál. Kész egyszemélyes kabaré. Ingyen röhöghetsz magadon. Soha ne fényezd magad, főként a rokonaid, a szomszédjaid és az ismerőseid előtt. Bennük már úgy is él egy kép rólad, és ezt megváltoztatni nincs időd. Meg aztán minek? Soha nem mondj le semmiről. Engedd át magad az örömöknek. Ha kívánsz valamit, szerezd meg. Pénzbe kerül? Na és? Spóroltál eleget életedben. A vágyad meg már úgysem egy luxusjakt. Azt a fél kiló epret, vagy azt a üveg jóbort tedd magadévá. Lelki ismered furdalás nélkül. Soha ne hagyd magad fosztogatni. Gyermekeid, unokáid, rokonaid nélküled is meg fognak élni. Az ő igényeik miatt ne mondj le a magadéról. Küzdjenek ők is, ahogyan te tetted hajdan. Soha semmihez nem vagy öreg. Ne szégyeld, ha szerelmes lettél valakibe. Ha most ismerkedsz a számítógéppel. Ha megveszel egy szokatlan fazonú ruhát. Azért persze viselkedj a korodnak megfelelően, mert ha nagyon viháncolsz, a társadalom kivet magából. A társadalom ugyanis öregebb és házsáltosabb, mint te vagy. Soha ne csak a holnapra tervezz. Legyenek hosszú távú terveid. Ez nem pénzkérdés. Írd meg az emlékirataidat, vagy mondd hangrögzítőre. És ne törődj vel, ha az első mondataid ügyetlenek, mert a történetet kihozza belőled a teljesítményt. Nyaralj ott, ahol élsz. Vagyonokat fizetnek emberek azért, hogy a turista szemével nézzék a városodat. Nézd meg te is! Neked ez szinte ingyen van. Használd ki a lehetőségeidet, és vonatozz egyet évente.
ne feledd, mindig találhatsz új dolgokat. Ha ateista vagy, hallgass meg egy misét. Ha keresztény vagy, menj el egy zsinagógába. Ha pedig zsidó vagy, hát nézz körül a bazilikában. Soha ne gondold, hogy az élet igazságtalan. Ne hidd, hogy neked több jártól van. Ám ha mégis, akkor ma már nem mindegy. Ez dobta ki a gép. Vondd meg a vállad, és szedd össze a szép perceket, a lélekemelő pillanatokat, és emlékezz azokra, akiket szerettél. Szeresd az életet, mert csak így távozhatsz nyugodt méltósággal egyszer, a remélhetőleg távoli jövőben. Aztán újjászületünk. Remélhetőleg nem hangyának, mert az strapás. Én a lajhát preferálom. Hozzáadott javaslatom, az agyadat mindig dolgoztad, mert a pihentetet agy az ördög fészke. Az ördög neve Alzheimer. Ennyi volt, amit már a tűsor. Köszönöm szépen, és most már csak az a dolgom, hogy mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést, boldog együtt töltött órákat kívánjak, meg valaki sugott, hogy jó évvágyat.